Üdvözlök mindenkit, jó szórakozást kívánok! Napi első vicc. Egy fiatal srác mamája sokat csalódott a férfiakban, ezért azt mondja a fiának, Édes fiam, vigyázz a nőkkel, mert ha oda teszed a nemes szerbedet, az leharapja. A fiú telegátlásokkal elvégzi az orvosi egyetemet, közben a mama meghal. Már tíz éve praktizál fogorvosként, de viszont a nőkkel még nem volt kapcsolata. Amikor is meghívják egy megyei konferenciára, ahol találkozik egy kedves kolléganővel, beszélgetnek és a hölgy meghívja egy kávéra szobájába. A meghitt beszélgetés végén a doktor úr fel kell, hogy ő távozik, mire a hölgy. Mi a baj, nem tetszem neked? De, csak nekem megmondta az édesanyám, ha oda teszem a nemes szervem, az leharapja. Hát mond csak, orvos létedre, hogyan lehet ilyen buta? Most figyelj, levetkőzöm, végig fekszem az ágyon, és nézd csak meg, nincsenek ott fogak, hidd el, csak jó lehet. A hölgy ledobja az akót, a szoknyát, az inget, a harisnyatartót, harisnyát, melltartót, bugyit, ezután pedig végig fekszik az ágyon, felhúzza a térdét, széttárja a lábait. Az orvos nézegeti, fogdossa, ezután pedig így szól. Ilyen fogínyel nem is csodálkozom, hogy kihullottak a fogaid. <Sessz> János gazda hazafelé menve látja, hogy a szomszéd Jóska éppen keféli az ő szűz Juliska lányát egy szénakazal tövében. Ezután felháborodva rohan az ügyvédjéhez, hogy a törvény erejével szerezzen elég tételt. A lányán ért szégyen ért, keresetlen szavakkal elmondja, hogy mit látott. De az ügyvéd kioktatja. Gazdorám, ilyen szavakkal nem lehet az esetet a bíróságon előadni. Ott nagy tekintélyű emberek ülnek, akik nem szeretik a közönséges, durva beszédet. Magának azt kell mondania, hogy szemtanúja van annak, amikor a szomszédék Jóskája elővette a hímveszőjét behelyezte a maga Juliska lánya szemére majkai közé, és ezáltal látta, hogy nem nemileg közösültek. Érti? Értem én kérem, hogy ne érteném. Bízza csak ide az ügyvéd úr. Nem lesz ott hiba a beszéddel. Eljön a tárgyalás napja. A bíró felkéri János gazdát, hogy mondja el, mi a panasza. Hát tudja, kérem az úgy volt, hogy mentem haza a mezőről, és látom ám, hogy a szomszéd Jóska a szénakazal tövében elővette azt a hímes nagy farkát, behelyezte az én Julis lányom szemérmetes nagy p***ciába, és bár az ügyvéd úr azt állítja, hogy nemileg közösültek, hát én tisztán láttam, hogy p***ztak. Elnézést, uram, de ez itt a női vécé. Az mindegy, csak hány jöttem. A vándor elvetődik egy távoli tanyára. A háziak egy házas pár megvendégelik. Ezután pedig felajánlják neki, hogy töltse ott az éjszakát, mivel hogy nagyon fáradt. Köszönettel elfogadja a meghívást, de mivel hogy nincsen vendégszoba, ezért a hitvesi ágyban térnek nyugovóra, mint hárman. A vendégnek tetszik a háziasszony, ezért elkezdi simogatni. Az asszonynak is szimpatikus a fiatal utazó, ezért halkan odasúlja neki. Tépj le egy kis szőrszálat a férjem fenekéről, ha nem ébred fel rá, akkor benne vagyok egy kis szexben. A vendég letép egy szőrszálat. A férj nem moccan, így megtörténik a dolog. Kicsit később újra fellángol a szenvedély. Megint egy szőrszál, megint szex. Amikor aztán harmadszor is letépi a férj hátsójából a szőrszálat, az méltatlankodva megszólal. Ha már elnézem, hogy a saját ágyamban döngeti a feleségem, legalább ne a seggemet használja eredményjelző táblának. A cirkusz igazgató új oroszlán szelidítőt keres. Az állásra egy férfi és egy nagyon vonzó nő jelentkezik. Az igazgató az úgy dönt, hogy hölgyeké az elsőbség ezért odaadja neki a széket és az ostort, ezután pedig beküldi a ketrecbe. A nő lerakja az ostort, ezután pedig ráül a székre, és elkezdi mereven szugerálni az oroszlánt, az lehajtja a füleit, majd leheveredik a földre. Ezután a nő levetközik teljesen pucéra, széttárja a lábát. Ezután pedig megint elkezdi szugerálni az oroszlánt, majd csettint egyet. Erre az oda megy, befúrja a fejét a lába közé, elkezd dolgozni és csinálja vagy 15 percig. A nő közben nagyon élvezi, ezután az igazgató odafordul a férfi jelentkezőhöz. Na mondja, ezt felül tudja múlni. Mi az, hogy? Meg is mutatom mindjárt. Csak előbb vitesse ki az oroszlánt a ketrecből. Egy kis faluban igen magas a népszaporulat. Ezért szociológusok érkeznek a helyszínre, hogy kiderítsék az okokat. Amikor a falu orvosát kérdezik, az mosolyogva válaszol. Hát tudják, a falu megy keresztül a vasút. Reggel ötkor a gyors vonat mindig dudál az átjárónál, és felriasztja a falusiakat. Hát ilyenkor ugye visszaaludni már későn van, felkelni meg még korán. mi az abszolút lehetetlen pénzből kosarat fonni. És hogyha mégis sikerül, akkor lesz egy f***a kosarad. A tanító néni az iskolában kérdezi a gyerekektől, hogy ki tud egy rímes verset. Móriczka jelentkezik, majd rákezdi. A tengerben áll egy nő, kezében egy kő, miközben morbolja imáját, a víz mossa a térdét. Hát de hol itt a rím, Mórica? Nyugi, nyugi, semmi aggály, lesz majd rím, ha jön a dagály. A 80 éves bácsika, hogy még egy utolsó örömöt megéljen. Felcsíp egy nőt, akit fel is visz a lakására, vetkőzni kezdenek, és a nő az öreg nagy csodálkozására minden darabot, amit levesz magáról, kihajít az ablakon. Hát te meg mit csinálsz? Édes öregem, mire te képes vagy végezni? Ezek a rongyok már régen nem lesznek divatban. Az ifjú feleség meghízott, és a férje így szekálja. Olyan nagy a feneked, mint egy betonkeverő? A feleség csak hallgat, de amikor eljön a lefekvés ideje, a férj elkezd hozzábújni és megszólal. Csak nem gondolod, hogy azért a vacak két kavicsért beindítom a betonkeverőt? Az öregek otthonában szórakoztató estet szerveznek, amelynek keretében Mário, a hipnotizőr műsora szenzációsnak ígérkezett. Több kilométer sugorú környékről jöttek az emberek, hogy lássák a híres illúzionista műsorát. Ahogy Mário az előadó terembe lépett, bejelentette. A szokásossal ellentétben, miszerint a hipnotizőr felhív a színpadra két-három embert, hogy transzba hozza őket, én az egész nézőtér akaratát fogom az irányításom alatt tartani. A közönség már is izgalomba jött, amint Mário egy antik zsebórát húzott elé a mellény zsebéből, ám ekkor valaki bekiabálta közönség soraiból. Mondja, mit akar az az ócska vacakkal kezdeni? Szeretném, hogyha mindjárt rajta tartanák a szemüket ezen az antik órán. Ez egy nagyon különleges óra. Hat generáció óta van a család tulajdonában. Varázs ereje van. Ezután elkezdte lassan előre hátra imbálni az órát, miközben halkan varázslatosan dünnyögte. Figyeld az órát, figyeld az órát, Figyeld az órát! A tömeg elbűvöltem figyelte a himbálózó, csillogó, villogó órát. Több száz szempár nézte az óra ingását. Ám egyszer csak kicsúszott a hipnotizőr újai közül, és a padlóra esve száz darabra törött. Eh, beszorás! mondta dühösen a hipnotizőr. Ezután pedig három hétbe tellett, míg kitakarították az öregek házát. Köszönöm szépen a figyelmet, jó pihenést kívánok!